Mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy hogyan lesz egy testnevelés tanárból költő, vagy inkább egy költőből testnevelés tanár? Hát, hogyha feloszthatom az irodalmi tevékenységemet, akkor igazából én 95 lenne az első pillanat, amikor nekikezdtem írogatni, mondjam úgy, a magunk örömére volt egy kis zenekarunk, és igazából az csak ilyen a szobába történt minden, tehát nem nyilvánosság előtt. Utána elkerültem Kolozsvára, ott végeztem a testnevelési egyetemet, és mikor befejeztem, visszajöttem ide a Szilágyságba, Kémeren kezdtem el dolgozni, szilágysági községben, magyar községben, és ott születtek az első verseim is 2002-ben, amit a szilágysági református egyházi lap a Gyertyalánk hozott le. Tehát ez adott nekem először egy ilyen lendületet, hogy érdemes foglalkozzak az írással, visszajelzések pozitívak voltak, és mondhatom, így kezdődött el ez az egész 2002-ben.